A Jobbik szerint nem jelent rendszer szintű megoldást a kormány mostani bejelentése, ami szerint a magyar-szerb határon 175 km hosszan egy 4 méteres kerítést építenek fel, tehát gyakorlatilag lezárjuk a déli határt, és ez az unió gondját a menekült áradattal kapcsolatban nem oldja meg. Mirkóczki Ádám a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Akkor mi oldja meg? Hát egyszerű több síkon kezelendő, úgy, ahogy az előttem szóló fideszes képviselőtársamtól is elhangzott, csak erről a Fidesz részéről még nem láttunk konkrét javaslatokat. Mi kezdettől fogva azt mondjuk, hogy három pilléren kezelendő az illegális migráció kérdése vagy problematikája. Az egyik, a mi álláspontunk szerint, hogy az önálló határőrséget haladéktalanul vissza kell állítani. Az jól látható, hogy a rendőrség önmagában nem képes megbirkózni az adott feladattal. A másik, hogy a menekültáborokat zárták kell tenni, ez talán a kisebb probléma, hiszen Magyarországon lélekszámra még nem jelentős a menekültáborok lakói, de azokon a településeken, városokon, ahol menekültábor van, ez óriási, hát hogy mondjam, együttélési problémákat, feszültségeket okoz. A harmadik pedig a visszafordíthatóság, ami talán a legfontosabb, hogy azok a migránsok, azok a bevándorlók, akik valójában nem a saját életüket, nem a családjuk életét mentik, hanem tényleg, nem tudom, tételezzük fel a szociális háló adta lehetőségeit szeretnék kihasználni, őket lehessen visszafordítani. És ezt ki fogja megállapítani, hogy hát nem is meg, hogy csak a szociális háló az nál Magyarországon annyira jó, tehát itt aztán... Nem feltétlenül a magyart, tehát az valójában, az ténykérdés, abban nincs vita, hogy jelenleg még, de hangsúlyozom, még tranzitország vagyunk. Viszont, hogyha hihetünk az információknak, hihetünk annak, hogy Nyugat-Európa hogyan fog szigorítani, akkor mi pillanatok alatt válhatunk célországgá. És onnantól kezdve mi azt mondjuk, és az az alapállás a Jobbikban, hogy nem akkor kell foglalkozni a problémával, amikor ránk szakad, hanem próbáljuk azt megelőzni. És én azt gondolom, hogy ha... Fidesz? Hát, hogy mondjam, eltelt jó néhány hónap, sőt, inkább év. A Jobbik először 2012-ben vetette föl a nemzetközi trendeket figyelembe véve, hogy az illegális migrációval foglalkozni kell. Két évig idézőjelbe legyintettek a Jobbik félelmeire, azt mondták, hogy ez nem valós probléma. Most meg mindenki szalad utánunk, vagy már idézőjelben mondjuk a kormány. Önök után szalad? Nem. Mert arra... a probléma az most lett valós probléma. De akkor nézzük a határőrséget, ezt a három pontot, amit képviselnek. Önálló határőrség, hogyha a rendőri állományt megnövelik, már pedig meg kell növelni, hiszen a határ őrzésére már eddig is megnövelték, és önmagában a kerítés az semmit nem ér. Átvágják, átmásszák, alagutat fúrnak, mindenhol ez történt. Tehát, hogyha eddig csak ember védte a határt, most meg ha csak kerítés védené, akkor egyik sem hát jó kerítés megoldás. És ember, kerítés szerintem. És ember. Tehát a kettő akkor együtt. A kettő ezt, együtt. Ezt az ötletüket akkor ki is lőttük, mert ott vannak a rendőrök. De én azt mondom, hogy annak azért oka van, hogy az Európai Unió összes olyan tagállama, ahol ha csak egy méternyi schengeni határ is van, a rendőrség, a honvédség, sőt több országban a csendőrség mellett létezik külön határőrség. De nem sőt, mindegy, milyen egyenruha van rajta. Azért nem mindegy, mert egy határőrségnek, ahogy az régen nálunk is volt, teljesen más volt a kiképzése, teljesen más volt a jogi eszközrendszere és a tényleges eszközrendszere. Más feladatra voltak kiképezve a határőrök és másra a rendőrök. Mi az, amit most egy rendőr nem, egyébként most pont a spanyol határon menekülőket és a rendőrök fellépését látjuk. Mi az, amit egy rendőr jogkörileg, kiképzésileg nem tehet és nem tud megtenni, amit mondjuk régen egy határőr megtehetett? Hát régen más volt, meg nyilván az Európai Unióban is változtak a különböző jogi formulák. Egyet kell látni, hogy egy határőrségnek mindig és mindenkoron képesnek kellett lennie, adott esetben még egy katonai támadás elhárítására is, ideig, óráig. Erre a rendőrség ma Magyarországon egy a határmenti felszereltséggel nem képes. Mi azt gondoljuk, hogy szükség van rá, és azt hiszem, hogy a hiba a mi készülékünkben van, hogyha még egyszer mondom, az Európai Unió tagállami közül egyedül nálunk nincs meg. Tehát annak oka van, hogy a többi ország ezt miért tartja meg, hogyha fölösleges. A zárt menedéktáborokat, azt, vagy menekültáborokat úgy értsük, hogy aki oda bemegy, onnan nem léphet ki. Hát egészen addig, amíg a státusza nem rendeződik. Nem rendeződött. De ezek jellemzően, ezek a menekültek három napon belül már nincsenek Magyarországon. Hát ez a gond, és nem tudjuk, hogy hova mennek, és milyen céllal. Mi és lehet, hogy hát tételezzük fel, azért a terrorizmusban megállapodhatunk nemzetközi szinten, hogy ez egy hatalmas nagy probléma. Hogyha azt vesszük, hogy én, aki a Nemzetbiztonsági Bizottságban ülök immáron 4-5 éve, rendszeresen kapunk arról jelentéseket, hogy a nemzetközi terrorizmus az hogyan és miként alakul.
az, hogy külföldi titkosszolgálatok rendre egyeztetnek az Európai Unió különböző kormányaival, és mindenkinek fölhívják a figyelmét arra, hogy az iszlám állam nevű torz szülemény hogyan és miként váltott stratégiát, hogy most az illegális bevándorlók közé bújtatva küldi a különböző dzsihádista harcosokat, kifejezetten azzal a céllal, hogy az EU különböző országaiban adott esetben terrorcselekményeket legyenek. Ezt a stratégiát bármikor megváltoztathatja az iszlám állam. Hát világos, de én azt gondolom, hogy turistaként sajnos ellenük nagyon, de nagyon nehéz védekezni. Nagyon nehéz, de nem. Én azt hiszem, hogy ha van kiskapu, akkor az zár, és ha tudunk ilyen kiskapuról, akkor azt le kell zárnunk, és a menekülttáborok zárt áttétele például ilyen. Mert hogyha ott vannak, sokkal könnyebb őket ellenőrizni, akár a terrorelhárítási központnak, akár az alkotmányvédelmi hivatalnak, információs hivatalnak, stb. De ha nem tudjuk, hogy milyen dokumentumokkal érkeztek, és mire megtudnánk, már rég nincsenek, azt sem tudjuk, hogy országon belül vannak-e vagy kívül. Akkor az elhárítás dolgozó jobban. Hát világos, ahhoz de... szól, hogy ellenzéki párt társai a parlamentben oly sokszor említették azt, hogy gyakorlatilag a Fidesz most már jobbikabb a jobbiknál. Tehát ki éneklik az önök szájából a sajtot, például a menekültekkel kapcsolatos kommunikációval? Én ettől nem tartok, ez egy valós probléma, és mi azt komolyan gondoljuk, hogy meg kell oldani. De most nem önök akarják megoldani, hanem a Fidesz. Semmi gond, mi ebben partnerek vagyunk, mi inkább arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy hol és miket kell még megtenni. Ugyanakkor én annyira egyelőre nem csalódtam pozitívan a kormányban, olyan értelemben, hogy meg is valósítaná mindazt, amikor egy-egy programpontunkat átveszi. Most zárja átveszi. Le a határ, tehát ilyet, milyen ötlete, hát lássuk, ilyen ötletről ők még álmodni sem mertek volna. Én azért szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, tehát azt láttuk már nem egyszer, nem kétszer, hogy a Fidesz mindig mond kommunikációs szinten egy nagyon nagyot, aztán néhány hét vagy hónap múlva visszakozik, hogy hát azt félreértettük, nem úgy gondoltuk. Én örülnék, és azt hiszem, hogy a déli határon élő magyar emberek, magyar állampolgárok szintén örülnének, ha megépülne ez a kerítés, de még egyszer mondom, ez most önmagában örülne, hát az, hát a nem Jobbik elég. Véleménye az volt, hogy ez nem old meg semmit. Hát, hogy nem oldja meg, de nem tartjuk. De semminél nem, több. De mindenképpen azt mondjuk, hogy a hullámot, ami most napi, ha jól emlékszem, a tegnapi legfrissebb adatra, akkor több mint 500 fő volt, ezt az elképesztő hullámot a zöld határon keresztül, ezt képes lesz minimum lassítani, de inkább felfogni egy jó darabig itt nekünk. Azon kell gondolkodni, hogy hogyan vesszük föl a kapcsolatot, és hogyan dolgozzuk ki a közös programokat a többi országgal, mert jó eséllyel, hogyha ez a kerítés emberi erővel védve működni fog, akkor nem Szerbia lesz a következő útvonal, hanem Horvátország, Szlovénia, vagy éppen Románia. És hát ugye még nekünk ott van Ukrajna, ahol szintén van egy háborús konfliktus, ami bármikor eszkalálódhat, hát akkor lassan ott is kell gondolkodnunk. Sok kerítésre lesz szüksége Magyarország. Ezért mondjuk, hogy ez önmagában nem elég, és nem, ez egy minimum. Kerítésépítő, hát, hogy milyen cégek fogják ezt építeni, arra nyilván oda kell figyelni. Jó lenne, hogyha ez nem arról szólna, hogy valami kormány közeli jó barát építhet most 175 kilométert sok milliárd forintért, de ez most idézőjelben nem a bevándorlás kérdéséhez kapcsolódik. Hát ez nem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.